Köszöntöm a TV Szentendre nézőit, Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják, először röviden a tartalomból. Nemzeti konzultáció, fórumot tartott Pilisvörösváron a térség országgyűlési képviselője. Csőtörés, napokba telt a vízfolyás helyreállítása. E-recept, november 1-től egyszerűbb és gyorsabb lesz a gyógyszerek felírása és kiváltása. A nemzeti konzultáció fontosságára hívta fel a figyelmet tegnap este Pilisvörösváron a térség országgyűlési képviselője, Hadházi Sándor. Hetedik alkalommal kéri ki a kormány az állampolgárok véleményét, ezúttal a migrációval, a kötelező betelepítéssel kapcsolatban. A meghívott vendég Kiszeli Zoltán politológus volt. Sokak állítják, Európa legfontosabb kérdése a migráció, ami messzebb előzi a gazdasági, pénzügyi problémákat, hiszen a jövőnkről van szó, mondta szerkesztőségünknek Hadházi Sándor, országgyűlési képviselő. Egy politológus lesz a vendégünk, Kiszeli Zoltán, egy fiatal ember, élete derekán járhat körülbelül, 45-46 éves. Hát ő igazából én azt várom, hogy nem szakmai oldalról, hanem politikai oldalról próbálja megközelíteni, hogy az egyes országok, nemzetek, az Európai Unió vagy más országok milyen politikai válaszokat adnak ezekre a kérdésekre, amelyek előttünk vannak. Például a migráció kérdésére. Én azt gondolom, és nagyon sokan állítják ezt, hogy Európának most a legfontosabb kérdése. Messze beelőzi a gazdasági problémákat, pénzügyi problémákat, az euró övezet bővítésének kérdését, a kétsebességes Európa kérdését. Szerintem ez a legfontosabb kérdés, hiszen a jövőnkről van szó. Az elhangzott kommentek alapján hazánkban a nemzeti egység bomlasztása a célja az ellenzéknek. Az országgyűlési képviselőt arról kérdeztük, miért tartja fontosnak, hogy a nemzet összetartson. Én ezt fontos kérdésnek tartom, de örülök annak, hogy a kormány és a kormányzó pártok ebben a kérdésben teljesen egységesek. És a nemzet által megfogalmazott akaratot, elvárásokat tudja teljesíteni. És éppen ezért nagyon fontos az, hogy egy kormányzat tudja azt, hogy mit akar a nemzet. Hát ezért meg kell őt kérdezni, és a nemzeti konzultáció is erről szól, ez már a hetedik egyébként. Az első az még 2010 őszén volt, a nyugdíjak, járulékok egyéb témakörben. Ez már a hetedik ilyen, és örülünk annak, hogy nagy aktivitás mutatkozik, az embereket igenis megérinti ez a téma, a migráció témája, és ezekre a kérdésekre ki tudják fejteni a véleményüket. Ez rendkívül fontos. Ugye tudjuk azt például, hogy Svájcban minden fontos kérdést nem ilyen konzultáció, hanem picit komolyabb népszavazás erősít meg. Én azt gondolom, hogy jó úton járunk. Igenis szükség van arra, hogy valóban a nemzeti érdekét képviselje egy kormányzat. Ez egyébként a saját jövőjét is alapvetően befolyásolja, mert hogyha nem tudja, hogy mit akar a nép, a nemzet, akkor nem tudják képviselni, akkor rossz politikát folytat, és megbukik. Mi szeretnénk tovább vinni ezt a politikát, és szerintem éppen ezért kíváncsiak vagyunk arra, hogy mi az emberek véleménye, többek között a migrációról, vagy más kérdésekről, és amikor megismerjük, akkor ezt kívánjuk képviselni a jövőben is. Pomáz után Pilisvörösváron Magyarország kormánya hetedik alkalommal tartott nemzeti konzultációt hazánkban. Csőtörés történt a 11-es számú főút szentendrei szakaszán a Lajos forrás elágazás előtt. A meghibásodást tegnap szüntették meg a DMRV ZRT munkatársai. Egy mélyen fekvő fővezeték törése okozta a problémát, ami miatt a főúton két napon keresztül folyt a víz. Bár a hibát a szakemberek elhárították, több a 11-es út kereszteződésében lévő utcában tapasztalt a lakosság kisebb vízfolyást, melyek a csatornafedelekből szivárognak. A Kovács László utca elején is reggel óta folyik a víz. Kerestük a DMRV ZRT-t, de adásunkig nem tájékoztatták televíziónkat a csőtörés okáról. Változik a receptfelírás és kiváltás. Az e-recept modul olyan központi szolgáltatásokat valósít meg, amelyek lehetővé teszik a vényrendelés és kiváltás valamennyi az ártámogatáson kívüli központi funkciójának támogatását.
A kiváltás vagy a paciens tajszáma alapján, vagy az átruházható felírási igazolással lehetséges. Taj alapon kizárólag maga a páciens válthatja ki a vényeit, és a tajkártya mellett fényképes személyazonosító igazolványt is fel kell mutatnia. Ez az elektronikus receptet jelenti. Mivel nincs olyan nagy idő még mögöttünk, túl nagy tapasztalatunk nincs, erről az a véleményünk, hogy egy jó dolog tud lenni. Úgy kell felfogni, hogy inkább egy lehetőség, tehát mindenkit megnyugtatok, megmaradnak a papír alapú receptek is, egészen a jövő év végéig mindenképpen, tehát mindenkinek oda is kell adnunk. Utána is egy lehetőség lesz az, hogy ki választja az e-receptet. Nyilván ez volna a cél, mert sokkal kényelmesebb. Amennyiben a páciens rendelkezik e-személyi igazolvánnyal, akkor csupán erre az igazolványra van szükség. Más személy receptjei továbbra is a megszokott módon válthatjuk ki. A nyomtatott felírási igazolás 2018 végéig, ez megegyezik a jelenlegi nyomtatott recepttel, és az orvos minden esetben köteles kiállítani a jelenlegi papírvényekhez hasonlóan. Lehetővé teszi a kiváltás taj megadása nélkül. Nyilván a mi gondolkodásunkat mindig azt határozom meg, hogy a betegnek legyen jó. Az, hogy a munkánkat mennyire segíti, az viszont nem egy hátrányos dolog, és mind a kettőnknek jó tud ez lenni. Csak arra gondolok, hogy hány receptet kell lepecsételni minden nap és aláírni. Ez alól tudunk mentesülni akkor, hogyha valaki választja azt az utat, hogy elektronikus formában fogja ezt a receptet igényelni. Ehhez nyilván neki is kell majd bizonyos feladatokat elvégezni, de ami a lényeg, hogy igazából most egy éven belül van rá időnk, hogy erre felkészüljünk közösen, a papír alapú recept megmarad még, és mindenki jöjjön akkor, amikor éppen aktuális a ellátás. A térhez való kapcsolódás érdekében egyes házi orvosi, szakrendelői, kórházi, illetve a gyógyszertári információs rendszernek webszerviz interfésszel kell rendelkezniük. A felírói oldalon emellett rendelkezésre áll egy webes alkalmazás is, amely segítségével az orvosok képesek a beteg gyógyszerelését megtekinteni. Az elektronikus rendszer egy meghatározott rendszeren belül kezeli ezeket az információkat, amit mi eljuttatunk, és csak a megfelelő intézményeknek lesz erre lehetőségük ezt lehívni. A gyógyszertáraknak, esetleg egyéb egészségügyi szolgáltatóknak. A gyógyszerkiváltás lehetőségei bővülnek. A jövőben is kiváltható a felírt készítmény a megszokott formában papírrecepttel, vagy a papír alapú felírás igazolással. Így akár gyermekünk, rokonunk, ismerősünk számára is a megszokott módon kiválthatjuk a gyógyszereket. Összehangolt akcióban ellenőrzik a közlekedési hatóságok szakemberei a személyautók és az autóbuszok felkészültségét a téli időszakra, november 8-a és 10-e között. Hívja fel közleményében a figyelmet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. A megelőzés életeket menthet. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön elszórtan alakulhat ki gyenge eső, sok felhő lesz felettünk, reggelre többfelé képződik köd, ami az ország északi felén napközben is megmarad. Délután 8 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer. A nemzeti konzultáció fontosságára hívta fel a figyelmet tegnap este Pilisvörösváron a térség országgyűlési képviselője Hatházi Sándor. Az est meghívott vendége Kiszeli Zoltán politológus volt. Csőtörés történt a 11-es számú főút Szentendrei szakaszán a Lajos forrás elágazás előtt. A meghibásodást tegnap szüntették meg a DMRV ZRT munkatársai. Változik a receptfelírás és kiváltás. Az e-recept modul olyan központi szolgáltatásokat valósít meg, amelyek lehetővé teszik a vényrendelés és kiváltás valamennyi az ártámogatáson kívüli központi funkciójának támogatását. Az e-recepttel kapcsolatos tudnivalókról megkérdeztünk egy szentendrei házi orvost. A híradót látták, ha tehetik, maradjanak velünk a továbbiakban is, mert hamarosan a Testőr című magazin műsorunk következik. Friss hírekkel legközelebb, holnap este 7 órakor várjuk Önöket. További híreinket keressék fel a tvszentendre.hu oldalt, ahol élőben nézhetik adásunkat.
És ne felejtsék el, hogy fent vagyunk a Facebookon is, ahol minden nap friss híreket olvashatnak. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!